vállalkozásaim egy közös irodában működnek, egy ilyen mélykaptárszerű helyen. A bejárathoz azt írtuk ki, hogy Isten hozott. Mindig kicsit megütközöm, aztán örülök annak, amikor az embereknek feltűnik, mert sokan szóvá szokták tenni jó értelemben, hogy Isten hozottal fogadjuk a vendégeket. Nekem furcsa, hogy ez furcsa. Bárkinek is. Számomra ez természetes. Minden emeleten más vállalkozás működik. Itt van többek között a Design Terminál, ami egy, mi úgy hívjuk, hogy innovációs ügynökség. Ez tehetséggondozással, üzleti tehetséggondozással foglalkozik. Ez azt jelenti, hogy azoknak a fiataloknak, akiknek valamilyen innovatív ötlete van, elsősorban technológiai ötlete, egy Magyarország számára fontos területen, mondjuk a mezőgazdaságban, vagy újabban akár az űripar területén, azokat segítjük piacra lépni a vállalkozásukkal. Itt Magyarországon mi csináljuk ezt intézményként a legrégebben. Nekem nagyon fontos motiváció az, még azt is megkockáztatom, hogy a legfontosabb motiváció, és a sikerélményemet is abból merítem, hogy tudok-e értelmes életteret biztosítani a munkatársaim számára, értelmes feladatot, tehát olyan munkahelyek vannak-e nálunk, akár a vállalkozásaimnál, akár az egyetemen, amikkel értéket lehet teremteni. Nem csak el van végezve valami, hanem van következmény, jó, pozitív következménye a közösségre nézve. Másik az, hogy a munka mellett tudnak-e fejlődni, vagy a munkán keresztül, és amellett vannak-e olyan lehetőségek, hogy ők megtapasztalják azt, hogy milyen, amikor 1 + 1 = 3 vagy 4. Amikor gimnazista voltam, akkor némi félelemmel tekintettem a jövőbe, hogy mi lesz majd a névjegykártyámra írva. És azok a foglalkozások, meg mesterségek, amiket gyerekkoromtól kezdve elképzeltem, mindenféle klasszikus polgári hivatás, ügyvéd, kutató, meg azok, amiket ismertem, mint a társadalomban fontos, elismert és visszatérő mesterségek, mint amilyen mondjuk a PÉK, azok utána sorozatban estek ki az eshetőségek közül, mert egyre inkább tudtam, hogy ezek közül egyik se akarok lenni. És ez aggasztott. És volt egy költözés, amikor megtaláltam az apai nagyapámnak a névjegykártyáját, aki egy komoly ember volt, orvos volt, kórházigazgató, mellette sakkolimpikon Magyarország egyik első sakkolimpiai bajnoka, és az ő névjegykártyáján nem volt semmi. Csak a neve volt ott. Semmilyen foglalkozás vagy titulus nem szerepelt. Ezen elgondolkodtam, mert egyre inkább az a meggyőződésem, hogy ez a jó névjegykártya. Hogyha az embernek a neve tudja fémjelezni, és ha nem valamilyen funkcióba, vagy éppen foglalkozásba kell belesűríteni, hogy kicsoda ő, nem ezen keresztül határozódik meg, hanem azokon a dolgokon keresztül, amiket tett. Ezért a felismerés óta, a névjegykártyás incidens óta én inkább arra törekszem, hogy azok a dolgok minősítsenek, vagy fémjelezzenek, amiket létrehozok, független attól, hogy ezt hogyan hívják, mi ennek a foglalkozásnak a lényege. Hát egy kicsit hosszan mondtam, de hogyha egy szóban kell összefoglalni, akkor azt mondom, hogy közösségépítő vagyok. Van egy ember, aki még sose járt a Brain Barban, és ma este mégis hazatért. Azért, mert részben róla van elnevezve. Mert az egyik legokosabb ember Magyarországon. Fogadjátok nagy szeretettel és tisztelettel a nemzetközi hírű magyar evolúcióbiológust, Szatmári Őrsöt. Évente egyszer egy világszintű intellektuális csúcstalálkozót szervezünk itt Budapesten. 2024-ben már 10-szerre rendezzük majd meg a Brain Bar Fesztivált. Mi úgy hívjuk, hogy jövő fesztivál. Úgy kell elképzelni, mint egy zenei fesztivált, vagy egy kulturális eseményt, azzal a különbséggel, hogy itt nem művészeti produkciók, hanem ötletek, gondolatok, jövővíziók váltják egymást a színpadon. A világon mindenöndét jönnek kulturális, üzleti szereplők, szakértők, vállalkozók, feltalálók, tudósok, és a közönségünkkel együtt interaktív formában születnek új gondolatok a jövőre.
célközönség ennek az eseménynek kifejezetten a magyar fiatalok. Tehát azért csináltuk, meg az a lényege ennek, hogy inspiráljuk a magyar fiatalokat a jövőről való gondolkodásra, a jövőről való konstruktív, építő jellegű gondolkodásra. Másrészt segítsük őket információval, tudással, meg kapcsolatrendszerrel. Tehát ez egy terepe annak is, hogy egymással is találkozzanak, meg a nemzetközi kapcsolatokat építsenek. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Peter Thiel. Nekem sokat jelentett, hogy itt volt Budapesten Peter Thiel, aki korunk talán legeredetibb technológiai gondolkodója, és az egyik legeredetibb, legsajátosabb üzleti személyiség a világon. Nagyon ritkán fordul meg ennyire távol hazájától, az Egyesült Államoktól, és vállal el fellépéseket. Az az érdekes és az a maradandó ebben a történetben, hogy a Brainbar mellett ő maga határozott, ő döntött el, ő akart jönni. Elég különlegesnek találta a mi eseményünket arra, hogy az adott évben ez legyen a külföldi konferencia, ahol fellép. Büszke vagyok rá, és presztízsben is, meg intellektuális szempontból is nagy dolog, hogy ő annak idején itt volt. Amikor elkezdtük az egyetem fejlesztését, meg újragondolását, akkor láttunk egy olyan furcsaságot, hogy a hallgatóink között legfeljebb 5-6% volt azoknak az aránya, akik kifejezetten szegény sorból jöttek. Szóval azt gondolom, hogy a szegények felkarolása az nem csak a szegényeknek az érdeke, hanem a többieknek is. Jót tesz, jellemerősítő dolog az, hogyha úgy vagyunk együtt, ahogy kint a világban is együtt vagyunk. Ezért hoztuk létre a Tiéd a Holnap nevű programot. Most is az Alföld felé tartunk, egy olyan középiskolába, ahol azt gondoljuk, hogy sok hátrányos helyzetű, szegény sorból érkező fiatal, és köztük sok fiatal tehetség tanul, és biztos, hogy van köztük olyan, akinek az életére jótékony hatást gyakorolna, hogyha lehetőséget kapna arra, hogy nálunk tanuljon, hogy tovább tanuljon, és hogy a Momén tanuljon tovább. Ennek a programnak az a lényege, hogy évente nagyjából 200 fiatalt felkutatunk, kivételesen tehetséges, de szegény sorból származó fiatalt megkeresünk, felkutatunk, felkarolunk. Ők ösztöndíjat kaptak majd, és 2 éven át foglalkozunk velük. Szinte minden héten beül ez a csapat a kisbuszba, oktatók, hallgatók, vezetők együtt, és Észak-Kelet Magyarországtól Délnyugat Magyarországig nehezebb sorsú régiókba ellátogatva, középiskoláról középiskolára járva, pedagógusokkal beszélgetve, családokkal találkozva, és persze a gyerekekkel találkozva megértjük azt, megismerjük és megértjük, hogy hol élünk, hogy kik azok, akik felé igazából felelősséggel tartozunk. Az fontos elmondani, hogy nem csak azt tekintjük sikernek, hogyha valaki a Momére felvételizik ennek a 2 éves felkészítőnek a végén. Nagyon sokféle módon lehet perspektívaváltást elérni valakinek az életében. Azzal, hogy 2 éven át foglalkozunk a lelki világával, az önbizalmával, a tehetségének a fejlesztésével, kibontakoztatásával, és aztán ő esetleg úgy dönt, hogy máshol tanul tovább, vagy nem tanul tovább, hanem szakmát választ magának. Akkor is rengeteget tettünk. Minden héten ajánlok egy-egy könyvet. Valamilyen olyan könyvet, ami szerintem a jövőhöz jó útjelző. Hasznos. Legyen szó tudományról, politikáról, közgazdaságtanról, vagy kultúráról. Igyekszem vegyíteni és izgalmasnak megtartani a válogatást. Ez azt jelenti, hogy hetente több könyvet kell olvasnom, mert ha csak egyet olvasnék, akkor nem biztos, hogy találnék olyat, amit érdemesnek tartok a közönség figyelmére. De most már kialakult a saját módszertanom erre.
tudományos műveket, úgynevezett non-fiction műveket képes vagyok elég gyorsan elfogyasztani. Hamar megtalálom bennük a lényeget, és még arra is szokott idő maradni, hogy a szerző személyes motivációinak egy kicsit utána olvassak, ami szerintem mindig fontos egy könyv feldolgozásánál, és még arra is hagyok valamennyi időt, hogy elolvassam, hogy mások mit gondoltak, mit írtak az adott könyvről, mi az, amit esetleg én magam nem vettem észre. Így születnek meg ezek a rövid, alig 4000 karakteres könyvismertetők. Bőven túl vagyok már a 200. könyvön, és a könyvekből, a könyvrecenziókból született egy összefoglaló mű is, a Nonconform című könyv, ami tavaly jelent meg egyfajta olvasókönyvként, úgyis az is az alcíme, úgyis írom, hogy a jövő olvasókönyve. Most már azt mondom, hogy nehezen tudnék elszakadni ettől a vállalástól, tehát hiányozna az életemből, hogyha minden héten nem foglalkoznék így mélységében egy-egy könyvvel. Az én családomban többféle vonal bukkan fel az elmúlt generációkban. Van egyrészt egy pedagógusi tanári vonal, szüleim és nagyszüleim is végeztek pedagógusi munkát. Van egy orvosi vonal, ami azt hiszem, hogy az egyik legmagasabb rendű elköteleződés az emberek iránt. És van egy alkotói, kreatív vonal, a filmesektől a festőművészig. És egyrészt ezek keverednek bennem. Másrésztről ez a sok különböző ember mindegyik a saját életében igyekezett valamilyen jó nyomot hagyni a közösségén, a szűkebb, tágabb közösségén, az országon. Mindegyik gondolkodott arról, hogy mi lenne jó az országnak. A saját munkáján túlmutatóan is polgári életet éltek és élnek, és jellemzi őket a felelősségérzet azért a helyért, ahova születtek. Ezt biztos, hogy elviszem magammal most már életem végéig én is, meg igyekszem is majd átadni. Tehát a patriotizmus mellett nagyon erős vonulat a családomban az antikommunizmus is. Talán a legfontosabb példa ebben a tekintetben Beszörményi Gézáé, a nagybátyámé, néhai nagybátyámé, aki a Recski kényszermunkatábor rabja volt, többek között Faludi Györgyel, és ő volt az, aki feleségével, Gyarmati Líviával a 80-as években leforgatta a Recskről szóló dokumentumfilmet, ami szerintem a létező kommunizmusnak talán a legfontosabb lenyomata, amennyiben ebben a filmben ugye megszólalnak maguk a bűnösök is, beszélnek, megtalálták Recsken azokat, akik vigyáztak rájuk, és a Géza, mint egykori rab, leült velük beszélgetni. Aztán voltak a családomnak olyan tagjai is, akik emigráltak a kommunizmus idején, és Magyarországtól távol az Egyesült Államokban építettek fel sikeres, szép életet, de anélkül, és ez az amerikai magyarokra nagyon jellemző, hogy elveszítették volna a magyar identitásukat, és amikor már könnyebb volt és lehetett, akkor rendszeresen hazajártak, sőt olyan unokatestvérem is van, aki már kint született, de amikor tehette, akkor már Magyarországra jött iskolába, Magyarországon végezte el az egyetemet, és Magyarországon is praktizál. Tehát azt hiszem, hogy több generációra visszamenőleg ez a fajta elkötelezettség ez a családomban jól kimutatható. Én két dolog miatt lettem önkéntes tartalékos. Az egyik az az önfejlesztés. Tehát minél többet olvasok a történelemről, amiről sokat olvasok, egyre inkább meggyőződésem az, hogy minél újabb egy kihívás, annál régebbi rá a megoldás. Vannak olyan struktúrák, amik ősi tudásokat őriznek, tehát mindenféle újdonságtól, innovációtól, pláne a korszellemtől függetlenül, hogyha valódi válaszokat akarunk, akkor oda kell nyúlni, a régi bölcsességekhez kell nyúlni, a felismerésekért. És a hadsereg nem csak és nem feltétlenül
a mai magyar honvédség, hanem általánosságban a hadsereg, mint struktúra, az véleményem szerint egy olyan ősi tudást őriz, tudásokat őriz, amelyek több mint 10 000 éve halmozódnak az emberi civilizációban. Nem véletlenül, hogy a nagy gondolkodók, akik a hadviselés művészetéről írtak, Távol-Kelettől a Nyugatig bezárólag, azok egyúttal meghatározó filozófusok is voltak, és máig idézik őket a vezetésről szóló tankönyvekben, például a politikában is. Sokkal általánosabb érvényű tudások jönnek létre a hadseregnél, mint hogy csak a honvédségen belül értelmezzük őket. Ezért azt gondoltam, hogy az önfejlesztésnek egy autentikus és izgalmas és időtlen módja, hogyha az ember bevonul és végigcsinálja az alapkiképzést. A másik oka az a hazaszeretet volt. Azt gondoltam, hogy az orosz-ukrán konfliktus kitörésének az évében van sportértéke annak, hogyha az ember vállalást tesz. Ennek a vállalásnak fontos része az eskütétel. Ugye felesküdünk arra az alapkiképzés végén, hogy az életünk árán is megvédjük a honfitársainkat válogatás nélkül, nem csak a családunkat, a honfitársainkat, hogyha arra van szükség. És az eskü az egy komoly dolog, még a mai világban is. Nekem biztosan az. Tehát ez lélektanilag is egy jelentős dolog az ember életében. És azt gondolom, hogy a jövőben bármikor szükség lehet rá. Reméljük, hogy nem lesz, de ha lesz, akkor kellenek olyan emberek, akik ezt az esküt vállalták. A túrázásnak, a természetbe töltött időnek van egy akárcsak tudat alatt, de nagyon is észszerű, racionális háttere, ez pedig a mentálhigién és jól léte az embernek. Ma már tudjuk azt, hogy ez szorosan összefügg a természetben eltöltött idővel. Vannak olyan országok, ahol már receptre is felírják az erdőjárást. Persze, hogyha ezt receptre kell felírni valakinek, akkor már régen rossz a helyzet. De azon túl, hogy hozzátesz az ember egészségéhez, meg lelki egészségéhez, nekem egyébként a hitemhez is kapcsolódik a dolog, mert én nagyon erősen meglátom Istent a természetben. Mindenki másban találja meg, aki megtalálja. Én a természet rendjében nagyon erősen érzem a jelenlétét. Nyilván a hit, az Isten hit az valahol kapcsolódik ahhoz, és egyet jelent azzal, hogy van elképzelésünk, vagy meggyőződésünk van egy rendben, hogy a dolgok hogy vannak a helyükön, hol vannak a helyükön, miként vannak a helyükön. És a természet az egy emberi ésszel alig-alig felérhető komplex rendszer, ami egyébként nagyon szép is, nagyon harmonikus is, és hihetetlen kifinomultan működik. Ennek szerintem a tudomány is, még a modern tudomány is csak a felületét, felszínét kapargatja. Például az elmúlt évtizedekben derült csak fény arra, hogy hogyan működnek együtt mondjuk az erdőfái a föld alatti gombahálózatokon keresztül, hogyan táplálják egymást, hogyan segítik egymást, át nehéz időkön is akár. És nyilván minden egyes növénynek a fejlődése, vagy mondjuk egy olyan pillanat, amikor az ember vadon élő állatokkal találkozik, az valamiféle harmóniát okoz, és az ember lelkét tisztítja. Nekem megadatott az, hogy bejárattam a világot, a nagyobb részét, és ha a kedvenceimet kell felsorolni, akkor azt mondom, hogy a magyarországi kirándulásaim és túráim azok mindig első helyen voltak és maradnak. A hegységeink, de az Alföld is, ahova rendszeresen visszatérünk a barátaimmal. Ezen kívül nagyon szeretem az északi tájakat, a Feröer-szigeteket, a Skót-felföldet, és az Egyesült Államok és Észak-Amerika, Kanada nemzeti parkjait, a kanadai Szikláshegységet különösen, amelyeknek van egyfajta olyan vadsága, ami az ember számára érzékelteti a kicsinységét, a
természet erőinek a közvetlensége megjelenik, és a Föld történetének az ereje is megjelenik a szemünk előtt felteruló különböző kőzetrétegek, vetődések, elképesztő erős tektonikus hatásokat bontakoznak ki a szemünk előtt évmilliók története, gyakorlatilag mintha mozgásban lenne, körülvesz minket, és én azok közé tartozom, akik a tudományos, természet tudományos törvényeket, felismeréseket nem látják konfliktusban a hit törvényeivel, hanem ezeket nagyon is átfedésbe látják. Tehát számomra egy grandiózus, robosztus természeti erőnek a megjelenése az ugyanúgy Isten megnyilvánulása, mint két ember közötti szeretet megjelenésében is tetten érhető. Tehát azt gondolom, hogy ezek mind ugyanannak a rendszernek a részei. Tínédzser korom óta járok vissza az Őrségbe, az Őrvidékre, és elkezdtem nagyon kötődni ide, és egyre jobban megismerni ennek a vidéknek a történetét, meg a szerepét Magyarország történelmében, ami ugye több mint 1000 évre nyúlik vissza, hiszen nem véletlenül hívják Őrvidéknek ezt a részt. Itt éltek azok, akik őrizték a magyarok vidékének a nyugati határszélét. És itt találtam rá szerintem a legszebb református templomra. Tudok hasonlóan szépet másutt is, de ilyen szépet talán nem. Azt kell tudni a Szentgyörgyvölgyi református templomról, hogy Patkó András, aki itt a tanító és a lelkész volt a 19. század derekán, ő a két kezével festette a templomot, és aki belép ide, az általában meglepődik, mert ezer és egyféle templom van a világban, de ami ennyire derűs, pozitív energiát árasztana magából, ennyire jókedvű lenne, életigenlő lenne, abból kevés van. Ő gyakorlatilag az eget festette meg, az összes felületen, ami körbevesz minket, az ég és a felhők, és középen a naprong látható. Egyfajta ilyen naív stílusban, de látszik az, hogy nagyon álhatatos, kitartó munkával. És őszinte és nyitott szívvel készült. És mindig megtölti ez az optimizmus, vagy pozitív életérzés az én agyamat meg szívemet is, amikor belépek ide. Ja, amikor az Őrségbe járok, akkor mindig eljövök. Barátaimnak is szeretem megmutatni ezt a helyet. Szerintem a reformátusságnak és általánosságban a hit megélésének egy nagyon jófajta változata, ami itt a hatalmába keríti az embert. Egyrészt én ajándékba kaptam a hitet. Ez azt jelenti, hogy a mi családunk egy gyakorló, hívő, egy hitvalló család. A férfiak reformátusok voltak, a nők pedig katolikusok, és nekem könnyű dolgom volt, amennyiben gyerekként megismerkedtem ezzel. Hitelre is jártam, konfirmáltam is Szabó István püspök alatt, és mindig megvolt a maga szerepe az életemben a hitnek, de azt hiszem, hogy ez a szerep természetes módon változik a különböző életszakaszokban. Más a szerepe gyerekként, más a szerepe egy tinédzser életében. És ahogy gerebjézi össze a bölcsességet az ember, meg az élettapasztalatot, úgy, hogyha jó emberek veszik körül, engem igen, akkor a hit szerepe az onnantól kezdve szerintem folyamatosan nő, és erősödik a kérge. És a nap végén minden ez alatt rendeződik össze. Amit a világról gondolok, ami az életben a választásaimat jellemzi,
például, hogy hol, kivel és mivel töltöm szívesen az időmet, azoknak egy meghatározó eredője az, hogy mi van a világképem közepén. És az én világképem közepén szeretem azt gondolni, és szeretem erre emlékeztetni magam, Isten van, a hitem van, se nem saját magam vagyok a világképem közepén, se nem mások, hanem egy mi nálunk nagyobb és fontosabb dolog.